Sziasztok, szép jó reggelt kívánok nektek! Ha nem találkoztatok volna velem, akkor én Mea vagyok. A mai videóm egy különleges videó lesz, ugyanis ez lesz az első vlogmaszom. Igaz, hogy már elég későn kezdtem el, de ez idáig dolgoztam, de most már itthon vagyok, így tudok vlogolni is nektek. Ma pontosan december 22-e van, és nem sokára 10 óra. Szerintem lassan eszek valamit, mert már elég éhes vagyok, azt még nem tudom, hogy mit. Lehet, hogy egy kis joghurtot eszek kiflivel, vagy kalácsot kakóval, még nem tudom. Utána pedig felveszek nektek egy first impression-ös első benyomásos videót. A Rimmelnek ezt az új kind and free alapozóját fogom letesztelni, és utána megyünk be Újfaluba, vásárolunk egy kicsit, Pennybe biztos, hogy megyek, szerintem Rossmannba is, meg úgy beszabadulok most mindenhova, ahova eddig nem tudtam. Nem tudom, hogy majd mikor fogok végezni, de utána biztos, hogy ebédelek, utána lesz edzés is, most felsőtestre fogok edzeni, aztán pedig folytatom a vajáknak a második évadát, és lehet még, hogy egy kis isztambuli mennyasszonyt is néznem kéne már, úgyhogy ezek már a terveim. Ha kíváncsiak vagytok a mai első vlogmaszos videómra, akkor maradjatok velem, de még mielőtt elkezdenénk, kérlek titeket, hogy lájkoljátok a videómat, iratkozzatok fel a csatornámra, és kapcsoljátok be a kis csengőt, mert ez nekem nagyon sokat jelentene, és ti sem maradtok le semmiről, és akkor kezdjük is el szerintem a mai napot. Szuperül indult, sikerült szépen kiborítanom a kávét. Csinálhattam egy másikat. Na de mindegy, ilyen az én formám. A mai reggelém végül egy kis ilyen, hát ilyen kalács lett, amiben ilyen kis csoki darabok vannak, azt a Tesco-ból vettük. Valamint kakó helyett most egy kis cappuccino-t iszok, még úgy érzem, hogy álmos vagyok. Ez a Penny-nek saját márkája, ez a Casablanca csokoládés cappuccino. Ezt szoktátok látni a Food Hall-os videómban, hogy ezeket veszem. És most ebből a cuki kis pohárból iszom, aminek van egy ilyen saját teteje. Itt látszik is, hogy szépen kiborítottam a kávét, aminek van egy ilyen szilikonos teteje, és hozzá egy ilyen nagyon-nagyon cuki kis kanál, és így rá tudom tenni, hogy legközelebb véletlenül se borítsam ki, vagy ha viszem be a szobába, úgy ott fogom ezeket elfogyasztani, hogy ne borítsam ki. Jaj, nézzétek meg, milyen cuki. Ezt
a pár darab beszáradt ruhát még gyorsan összehajtom. A reggelivel végeztem, egy kicsit felfrissítettem a hajamat, és akkor elkezdem az alapozós videómnak a felvételét. Erről a Kind and Free alapozóról lesz majd szó, illetve erről a Scandal Eyes szempillaspiráról, a Rimmelnek erről a Lasting Finish ajakrózsáról is lesz szó a videómban, és erről a körömlakról is. Miután felvettem a videót, elkezdek öltözni, kiválasztom, hogy mit fogok ma felvenni, és szerintem már vagy a buszról, vagy már Újfaluból fogok nektek legközelebb bejelentkezni. Készültem volna a sminkes videómmal. Nagyon sokára sikerült felvennem, mert nem találtam olyan helyet, ahol megfelelő fényviszonyok lettek volna, illetve más egyéb tényezők is közbe jöttek, és már 1:30 van. Már régen úton kellene lennem, de én még csak most lettem kész. A telefonom is mindjárt lemerül, és 1/2 óra múlva már indulnom kellene a buszhoz. Nemrég érkeztem meg Újfaluba, leszálltam a buszról, most átmegyünk majd a szemközti Rossmannba elsőnek, utána még nem tudom, merre megyünk. Nem hiszem, hogy a Rossmannba tudok majd videózni, max esetleg képeket tudok csinálni, de majd igyekszem valahogy megoldani. Thank you.
végeztem is a Rossmondba, mindjárt megmutatom, hogy ott miket vettem. Most bemegyek majd ide a parfümériába. Innen szoktam venni a kimérős márkás a parfümjeimet. Utána szerintem bemegyek a kínaiba, ahol dolgoztam, ahol a 40%-os leárazások vannak, utána meg elmegyünk a Kékbe. Ismét hát hazaérkeztem, és sajnos nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én azt elterveztem, mert nagyon sokat szerettem volna nektek videózni, de sajnos nem tudtam, mert kb. A felénél teljesen lemerült a telefonom, így nagyon sok mindent nem tudtam nektek megmutatni, amit szerettem volna. A Rossmann után elmentem ugye megvenni a kimért parfümöt, utána elmentem a kínai áruházba, utána pedig a Kikbe és a Pennybe. A Pennybe vettem azért egy jó pár dolgot, azt felvettem videóra, már itthon, és majd azt egy külön videóanyagban szeretném megmutatni. A kínaiba vettem egy sportmelltartót, akkor ilyen fülbe való szettet, amiben vagy 10-12 pár van. Vettem akkor ezt az órát, ezt a kis rózsaszín csodát, majd megmutatom közelebbről. Ezt a szépséget vettem a kínaiból. Mit vettem még? Azt hiszem vettem még egy zoknit magamnak, ami nagy szó, mert sokan nem tudják, hogy én egyáltalán se télen, se nyáron, semmikor nem veszem fel, nem hordom a zoknit. Viszont a munkás cipőmbe azért kellene, igaz, hogy kényelmes, de na, mégiscsak úgy találtam helyesnek, hogyha egy zoknit veszek bele, és nem fogjátok elhinni, hogy milyen méretet. 35-ös, 36-os a lábam, olykor 34-es, mert van olyan cipőm is, ami 34-es, és olyan zokni volt jó a lábamra, ami 28-tól 31-ig van. Nem tudom, hogy ez a kínai méretezésnek köszönhető, vagy alapból is jó lenne az ekkora, de ez úgy bennem maradt, és ezt úgy szerettem volna megosztani, hogy igen, nekem ilyen pici zokni is elég volt. A Kikbe vettem ezt a tárolót. Igaz, hogy ez úgy írta, hogy valami hűtőszekrény, helytakarékossági valami, de már nem tudtam, hogy hol tegyem a mindennapi sminkeimet, amit minden nap használok, mert egy ilyen nagy rafaellos dobozba volt, de abból mindig kiesett, meg eltört. Ezért kellett, hogy valamit beszerezzek, és akkor ezt vettem meg. Szerintem majd, amiket vásároltam, azokból csinálok egy ilyen mini hold, és akkor ott részletesebben be tudom nektek majd mutatni. Amit most fogok csinálni szerintem, hogy vettem csontos csirke mellett, azt feldolgozom, és akkor darabjaira szedem, külön a bőrt, a hús, meg a csontot. Elrakom, és majd későbbre jó lesz. Aztán szerintem veszek valamit, majd elpakolok holnapra, mert holnap még egy napot megyünk dolgozni, aztán majd csak januárban, utána pedig arcot mosok, fogat, és szerintem fekszek is majd le. Amit eddig csináltam, hogy ebbe a cuki, kis cicás
szatyorba. Elkészítettem a még holnapi adag kajánkat, illetve benne van a kis neszeszerem. Hát ebbe minden nagyon fontos dolog megtalálható. Hát egy picit piszkos, ezt nézzétek el nekem. Ugye van benne egy ilyen Niva Deo elixír, izadásgátlom, akkor egy Armani MyWay-es kimérős parfümöm, fésű, tükör, gyógyszer, septapasz, ósprét is kell vinnem, mert azért meg vagyok fázva, valamint a belépő kulcsom, meg egy Rival de Young, vagyis már Rival of Mirus, ez egy ilyen matt nude rúzs, az árnyalata az a 01-es. Ez később. És mi van még benne? Valamint két toll, ugye, a munkámhoz. És akkor, amit viszünk majd holnap, az egy epres joghurt. Vettem hozzá kiflit, majd szerintem azzal megeszem. Ebbe van a kis tejem, akkor kepi narancsos üdítő, most nem kívántam a kólát. Van benne egy banán, akkor vittem visszakevőeszközt, egy kis nasit, viszünk még puffasztott rizst, és akkor a puffi rizshez vajkrém, majd azt teszek bele, valamint hát most nem akarom már megint kibogarászni, de van itt a tetejében, ebbe az ételesbe egy kis párizsi, egy kis sajt és szalámi, alatta pedig tészta, és csináltam ilyen gyroszós húst, amit tejfőlel öntöttem le, az lesz az ebédünk. Most már 8:30 van, hát lassacskán aludnom kellene, még fogat mosok, megmosom az arcom, aztán pedig elteszem magam holnapra. Tudom, hogy melyik nap fogom folytatni a vlogolást, mert ez, hogy a fejemben volt egy elképzelés, és teljesen nem úgy sültek el a dolgok, ahogy én azt terveztem. Ez egy kicsit elvette a kedvem, de nekifutok majd még egyszer, és remélem, hogy a legközelebbi az már úgy sikerül, ahogy én azt megálmodtam. Azért remélem, hogy így is tetszett, és érdekelt titeket. Ha így van, akkor ne felejtsetek el majd feliratkozni a csatornámra, bekapcsolni a kis csengőikont, és lájkolni a videómat, mert ez mind nekem nagyon sokat segítene, és köszönöm szépen nektek előre is. Találkozunk a mi hamarabbi videómban, addig pedig sziasztok, és vigyázzatok magatokra!